Bár esőt jósoltak, végül jó időben, napsütésben nyitotta meg a nyári idént az Aquarius élmény és parkfürdő. Közel 2000 választották a sóstói strandokat június első hétvégén, akik közül a tíz év alattiak ingyen mehettek be. Az üzemeltetők meleg és napos nyárban bíznak, ami értető is, hiszen a szabadtéri medencék miatt nagy az időjárási kitettségük, mondta el 35 perc című műsorunkban a fürdők ügyvezetője. Van egy azonnali feladatunk, amit mindig igyekszünk megoldani, ez pedig az, hogyha valamilyen a helyzet, valamilyen nagy vihar készül, és sok ezer emberben van a strandon, akkor az ő menekítésük időszakos, hiszen ez 20-30 perc, egy óra alatt általában áthonul. Ebben lesz most nagy segítség idén, hogy a rendezvény sártunk egész évben fel a parfüdőnek a területén, ennek a szükséges átalakítási munkálatokat, villámvédelem, stb. ezt megoldjuk. És nyilvánvalóan ez, hogyha feljön egy vihar, egy nagy könnyebbség, hogy a vihar elvonul, és utána szép idő van, akkor kimaradhat. Az olasz olaszmedence parkjának rekonstrukciója még nem fejeződött be, de várhatóan az iskolai tanév végére már ez is használható lesz. Az elmúlt hónapokban egyébként mintegy 50 millió forintos felújítást végeztek el az élmény és parkfürdőben, emellett a karbantartás is több millióba került. Hamarosan pedig egy jelentős fürdőfejlesztésre kerülhet sor. Készítünk együtt elő a várossal egy, egy nagy volumenű, egy 3,1 milliárd forint értékű fürdőfejlesztési koncepciót, ennek az MTV-vel történő egyeztetése zajlik jelenleg. Reményeink szerint 2021-re megvalósulhat, amely egy, egy jelentős, a téli nyári kihasználtságot is biztosító vízfelület növekedés fog jelenteni a sóston. A fürdő reményei szerint a szomszédságukban épülő és nem sokára elkészülő négy csillagos szálloda révén még több vendég keresi fel majd őket a jövőben.